I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norbi vagyok, és most be fogom mutatni nektek ezt a kocsit, ami a Mammoth Patriot névre hallgat. Nézzük is a tuningját, hát ugye ebből a kocsiban van egy sima változat is, de mivel volt egy szavazás a Facebook oldalamon, ott meg a limuzin verzióját szavaztátok meg, és így ezáltal ebből lesz tuning videó. Nálok hajtok eléggé egyhangúak, mert csak secondary színre lehet színezni még chrome-ra az alapot. És ennyi változás van. A motor, kipufogó. Jézus, milyen hosszú kipufogó. Hol az alap? Ja, az alap ott van, aha. Legyen ez a hosszú. Akkor motorháztető. Az a kromos, ez nem rossz. Tetszik, hogy ilyen króma elején az a rács. Ezt lökjük rá. Akkor a lámpa. Neon. A neon az legyen. Legyen arany. Arany úgy szokott lenni. Na akkor library. Tudod, hogy meg lehet látni. Elég színezzük át szerintem. Hát a színe... az lehet most króm lesz. Az úgyis ritkán szokott lenni. Full króm lesz a verde. Vagy, ez most mit mutat? És mit színezek itt? Aha! Belül a fényt, vagy nem tudom mi az. Valami ilyesmi, ilyen kis LED cucc. Legyen zöld, hogy feltűnő legyen. Akkor a crew embléma. Na ez mi? Aha, a tetejére a lámpa. Na, ezt rárakjuk. Akkor leültetjük. Akkor váltó. Turbo. Fel. Ilyet egy felni. Hát felni már nem is tudom, hogy még legyen hirtelen. Annyira nem tetszik egyik se. Talán ez még úgy, ugye, hogy tűrhető. Ó, így feketében nem is rossz. És a gumi füst az legyen sárga. Az ablak színe is ugye akkor a liveri, ami ugye kimaradt. Amik így még úgyse fog látszódni rajta mondjuk. Fú, de alig lehet látni. Szóval itt lehet látni, hogy van rajta valami. A talán is szemből a motorháztetőn. De lenyém van, hogy csak ilyen terepmintás cuccok vannak rá. Ez még nem is rossz. Az jó is. Akkor megyünk egy verseny, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a Verda. Na, akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Mammoth Patriot. Hát itt korábban még nem mentem, képzeljétek el, SUV-vel. A csatornán az egyetlen SUV még a Taurus volt, de akkor még a reptéres megoldást csináltam. Szóval erre most ilyen saját véleményt mondok, így nem tudjuk hasonlítani semmihez. Hát gyorsulásra az egyértelműen lassú, de hát ez érthető is, hiszen a nagy kaszni az sokat elvesz belőle. És a kanyarodása is, fú, hát ez... elég nehezen akar kanyarodni. Hát a végsebessége is egyértelműen rossz. Hát ez az autó már versenyre nem jó. Az egyszer biztos, de csak így vagánykodni lehet, ez arra jó más, hanem...
kanyarodni sem akar annyira. Meg lassú is. Hát ez... ez versenyre egyértelműen nem ajánlom, ez lassú volt ez az autó. Viszont ennyit volna már ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkold, iratkozz fel, vagy kövess a Twitch-en. Facebook oldalon minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!